és március 19-e a mai napon. Mint minden pénteken, ugye tartunk egy Skyway bemutatót, új információkat, úgyhogy remélem, hogy hallatszik a hangom. Ha valaki figyeli, akkor kérek szépen egy beírást, és akkor már mehetünk is tovább. Elköszönöm szépen, Mária, Krisztián is, Lackó, oké, szuper, mindenhol hallatszik. A mai konferenciát egy fél órára tervezem, van néhány új információ is, és nem jeleztük a Skype csoportba, sokan biztos, hogy nem tudják, de itt van felveszem, és lehet, hogy már hónap vagy hétfőn fent lesz a YouTube-on is, akkor majd megosszuk. Ezen túl ugye már mondtuk múlt héten is, aki hallgatott, hogy minden pénteken 8 órakor, kivételve, ha elutazok valahova, akkor meg szoktam írni, hogy mintegy két hete, hogy nem tudok tartani. Néha úton is lehet, de van olyan helyzet, amikor egyszerűen nem jön össze az egész. A Skyway, mindjárt csak elindítom a... Hogy megy egy... Jó, oké, működik, oké, szuper. A Skyway cég alapítója, ugye Vladimir Eduardovics Junicki, Anatoly Eduardovics Junicki. Vladimirról most olvastam, és a fejemben maradt a Vladimir Maslov máskülönben a Vladimir Maslov és a Alex Szuhodejev szoktak tartani havonta egy-egy bemutatót, és az angol nyelvűn meg lehet találni. Régen nekünk ezt a régió vezetőknek szokták kiküldeni, egy kb. Egy hét alatt, mikor valaki lefordítsa angolul, és akkor szoktuk mi átadni. Most bent van a webirodába, és a Word dokumentot le is lehet fordítani. Most vettem észre, ez teljesen új információ, úgyhogy valami újdonságot ma is fogok mondani. Na, a Junicki úr a fő szereplő ebbe a projektbe, és ő indította el, ez az ő ötlete volt. Nem olyan sokat fogok mondani, mint bemutató, de ezt a HUR technológiát ő találta ki. Most igaz, hogy már a cégnél több mint 700 magasrangú dolgozó van, aki minden nap bejárnak és 8 órát dolgoznak. Rengeteg, több száz projektről van szó, ami már készülődik, és több tíz projekt, amit már ki van finanszírozva, megvannak az engedélyek, építési engedélyek az egész világon. Legtöbb projekt, amit most indítanak az idén, az a Egyesült Emirátusokban van, de készülnek a Szaúd-Arábiába, Egyiptomba, akkor Európát most az idén fogják elindítani, úgyhogy jövőre már számítunk építkezésre Európába is, európai országokba, Unióba is, meg Unió kívül, és Vietnámba is tudjuk azt a 100 millió dolláros projektet, ami már fele ki van finanszírozva. Az, aki volt velünk Minskbe, Marina Gorkába, az láthatta, mi háromszor voltunk, utazhatott is már ezekbe a járművekbe, úgyhogy van sok videót is, készítettünk képet, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyire haladt a cég, bár tudjuk azt, hogy voltak nehézségek. Egy, mikor Litvániába akarták elindítani, akkor egyszerűen nem kaptak engedélyt, és ott elveszítettek majdnem két évet, és utána, mikor a Belorussziába nem kapták meg sokáig az engedélyt, és el kellett kezdeni Sharjába építkezni, és most meg végül megkapták, most már elmúlott több mint három és fél év, hogy megkapták ezt a gyors pályát.
o Belorusi, abo Marina Gorka, abo 20 kilométeres pályát, ahol le lehet tesztelni ezt a Unibuszt, ami 600 kilométer sebességre van tervezve. Most egyelőre szakaszon, mikor meg lesz, kész lesz a pálya. Gondolom, hogy az idén az a pálya kész lesz, nem kell neki, több hónap kell csak, és ha véletlen augusztusban vagy szeptemberben mégis Marina Gorkában lesz az Eco Fesztivál, akkor oda tervezik, hogy befejezik azt a gyors pályát is. De ha nem is ott lesz, hanem Sharjah-ban, ahol majdnem mindenki oda szavazott, ugye mindenki Dubajba szeretne utazni, és bár nem lesz sokkal drágább, ha Minskbe elmentünk ilyen 500-600 euróval, lehet mondani, hogy egy ilyen három napos utazás, hotel, minden, ott is körülbelül úgy lesz. Szerintem 600 euróval meg lehet járni, mert egy 40 eurós reggelivel, vagy 50 euró félpanzióval Dubajban nagyon sok hotelban, a Astana hotelben, ahol mi is voltunk, 40 euró volt akkor, és félpanzió 50 euró, nem olyan drága a szállás, mert annyit fizettünk a hotel Belarusban, Minskbe is, ugye? Úgyhogy na, a repülő azt is meg lehet ilyen 300 euróval megvenni a jegyet, és 260 volt azt hiszem a Minsk is oda-vissza. Úgyhogy körülbelül ott van. Kaja is 10 euróért lehet ebédelni, 15, ha nem megyünk egy drágább étterembe. Úgyhogy ott vagyunk körülbelül. Minskben picit olcsóbbak az árak, természetesen, a boltokban is, meg mind, de Dubaj egy világváros, és én javaslom mindenkinek, hogy egyszer az életében menjen el, maradjon, mert csak 2-3 napot, egy 6-7 nap, ha megteheti, az biztos, hogy jó. Na, arról beszéltünk, hogy a gyors pályát építik. Egyik a feltétel a 15. fázisra, mondja Vladimir Maslov, hogy el kell kezdeni építeni a gyorspályát, és ez is benne van a 15. fázisban. Úgyhogy jó, haladunk, majd mondjuk később az információt. Mi egy crowd investing opcióba mentünk bele, és már 2014 óta akkor kitervezték mind a 15 szakaszt is, 15. fázist, de most a 14. végén tartunk. Még mindig várjuk a Junitskinnak a meghívását. Most sajnos annyira rossz a helyzet, annyira nehéz utazni Szlovákia, Csehország, most már nem mehetnek ki az országból, és tudjuk, hogy onnan is vannak a Solar Frontisek, ugye, mint tag, és kell tartani egy közgyűlési tagot, közgyűlési tagoknak, mindig összegeverem, ahol megbeszélik a több mint 20 téma, ez egy kétnapos találkozó lesz, és egyik téma, hogy kijelöljék a 15. fázist. A crowd investing opció, ez egy legális opció, ahol különböző startup cégek csinálnak egy tervet, nálunk ez 15 fázisba el volt osztva, és a terv után, mikor a piacra kerül a termék vagy a szolgáltatás, utána osztalékból meg a cég értékéből osztozkodnak a befektetők. Mi már több mint 200 országba és régióból befektettünk, én személyesen áprilisban, 2016, úgyhogy itt van lassan 5 éve, hogy én is itt vagyok ebbe a mesébe, mi úgy szoktuk mondani, és egy happy end-el fog végezni, úgyhogy bárki már 25 dollárral is lehetett, még 15 dolláros csomagok is voltak. Nekem van egy befektető,
egy jó barátom, aki 15 dollárért vett akkor 900 részvényt, és azóta nem vett többet, úgyhogy olyan kis befektetéssel is lehet. Természetesen vannak nagy befektetők, tudjuk azt, hogy Szlovákiából több millió dolláros befektető egy privát repülővel utazott pár évvel ezelőtt, és vannak még nagyobb befektetők, azt hiszem, hogy 11. vagy 12. fázist egész megvette. Ez ugye annak időben a 35 millió dollár volt, úgyhogy átugorodtuk egy fázist. Voltak még nehézségek a tavalyi év, jött a koronavírus, és sok minden csökkent a befektetés is, és nem voltunk annyira aktívak. Aki velem dolgozik, az tudja, hogy én sokat utaztam. Én 2 év alatt 100 000 kilométert átutaztam, megtartottam több száz prezentációt. Volt, mikor 3 városban, Macedóniában 1 nap tartottam, 4 prezentációt, úgyhogy dolgoztunk nagyba, most meg konferenciázunk, mert ezt tehessük meg. Nálunk még mindig nem szabad tartani prezentációkat, ugye nem is tudom hány 10 személy lehet összehívni, de nem is tartunk most, mert ilyen a helyzet, és akkor így működik. A Skyward Community egy közösségi alap, amelyiken keresztül mi be tudunk jutni a holdingba és a GT, ami anyacég, és így mi kölcsönadunk hivatalosan szerződésen pénzt, és annak a részét mi megkapjuk, mint részvények ebbe a holdingba. És most nem mondom el újból, mind, hogy hogyan történik ez a befektetés, de van egy olyan lehetőség, hogy aki 3 év után vissza szeretné kapni a pénzt, és nem írta alá, hogy akar részvényeket, hanem még ott van bent a pénze, akkor 4%-os kamattal vissza tudja kérni. Ezt már bejelentették 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy 2017-ben, igen, akkor még előbb, akkor múlt le az első befektetőknek, mert júniusban 2014-ben, igen, akkor kezdték befektetni, és 2017 júniusban mondták, hogy aki esetleg vissza akarja szerezni a pénzt, akkor vissza tudja kérni. Na most nálunk mindenki aláírt a szerződést, mert senki nem ad kölcsön valakinek 3 évig 4%-kal kamattal, hanem várjuk azt, hogy 1 dollár legyen a tőzsdén, és akkor el tudjuk adni valamennyit, a többnyi részvényünket meg hagyjuk. Ezzel a pénzzel a cég épített már a Ecotechnoparkba 5 féle útpályát, van több mint 11 jármú típus, amit már leteszteltek, többsége megkapta az engedélyt, több mint 700 szakember, azt mondtam, és a Sárgyába elkezdődött a építkezés, ami most februárban már megnyitották a 400 métert, és most a márciusban meg van engedve az embereknek is, és megkapták az engedélyt, hogy lehet menni oda, és kipróbálni, tesztelni. Úgyhogy a trópusi unikár van, amit tesztelnek. Ez olyan unikár, hogy a plusz 60-on le van tesztelve, és bent plusz 18-19 fok lehet, ha szüksége van rá. A holdingok el vannak osztva 3, Euro-Asian Real Skyway System Holding 1-es, 2-es és 3-as. Itt 67,75% részvény van. Ebből a 3 holdingból
50%-ot eladtak, mínusz egy részvény, nem adták el még mindent, míg a 15. fázisban van ez a egy része részvénynek. A RCG alapítvány ott 2% van, ott 8 milliárd, és összesen a 400 milliárdból a 30,25% a Unitsky Corporation, ami marad, mint zálog, és nem megy soha tőzsdére. Ebből a három holdingból, meg a RCG Fund, itten 135 milliárd, ami el lett adva kis és nagy befektetőknek. Ezek majd kint lesznek a tőzsdén, és mi 180 nap után, fél év után, mi is eladhassuk akár mindet, akár valamennyi részvényünket. Ha nem adjuk el, akkor arra kapjuk majd a osztalékot. Új információk, ezt már mondtuk, van egy ilyen promóció, ami március 1-től március 31-ig tart. Most a harmadik szakaszban vagyunk, és 23% bónusz kapunk, ha hozunk új befektetőket, ez 21-i hétfőig tart, és akkor utolsó héten 20% lesz, szóval jövő héten ennek a bónusza. A következő, van egy olyan promóciós csomag, hogy Face of the Future, ami befektetés lehet, és egyszeri 5000 dollár, vagy 10 hónapos 500 dolláros. Ennek az akciója vége van, de csináltak egy olyan kivételt, mivel volt érdeklődő, mi megkaptuk, volt kettő szlovén érdeklődő, és külön megkapták. Úgyhogy ha valakinek van esetleg még érdeke, ebbe ki tudja választani, de kell küldeni egy kérvényt, és akkor e-mailben a support válaszol, hogy van-e még ilyen csomag, mert félretettek még egy pár tíz ilyen csomagot. Ez nagyon jó diszkont, 1-100-zal, ha valaki még gondolkodik, akkor ez 3 évvel ezelőtt volt körülbelül ilyen diszkont. Szóval a 5000 dolláros csomagért kap 500 000 tulajdoni hányad, és vagy fél millió, ebből fél millió részvény lesz. Úgyhogy aki gondolkodik ezen, még tud egy kérvénnyel esetleg kapni. A Skyway technológia úgy lett kitalálva, hogy olcsón felépítsünk egy könnyű szerkezetet, és ne aggasson nekünk se a folyó, se a tenger, mocsár, sivatag, bárhol lehet építeni, természetesen nem egy anyaggal, mind megvan Szibériában, ha építkeznek, megvan nálunk, ahol ilyen mínusz 10-15 lehet, vagy plusz 30-40, vagy a sivatagban, ahol plusz 20-tól plusz 60-ig van. És erre készülnek ezek a tesztelések, azért van két tesztpálya. Én emlékszek, hogy még tartottam előadást, hogy a Unitsky beszélt arról, hogy 5-6 még Izraelba is, meg Indiába, Ausztráliába terveznek ilyen pályákat építeni. Ezt majd meglátjuk, hogy lesz-e, de ez a kettő, ez már működő és használható. Ami egy óriási előny és óriási haladás a Skyway-be, mert most már igazából ezt a technológiát nem csak papíron, nem csak ilyen bemutatókon, hanem igazából meg lehet tesztelni ezeket a kerekeket, amit még a berlini kiállításon fényképeztem, és le vannak tesztelve, működnek. Minden nap a Marina Gorkában, meg most a Sharjahban tesztelik ezt a technológiát. Már van nekik sok új tapasztalat, és ha jól tudom, ez már a 6. generáció technológia
2014-15 óta, amikor elkezdték az első tesztelést. A légellenállás nem lehet összehasonlítani egy bármilyen sportautóval se, mert nincs az a levegő, az a visszaforduló, olyan húzatféle, ami leállítsa az autót, mert elmegy közötte, és így nagyon könnyen és hangtalanul működik, és mennek ezek a járművek. Több mint 5000 ember volt 2 évvel ezelőtt Marina Gorkába, és nem volt olyan, aki nem gyönyörködött, és nem fényképezett, és sorba vártak fél órát, 45 percet is, hogy beülhessenek, hogy kipróbálhassanak, és ezt az élményt át tudják adni. Mi is rengeteget videóztunk, és egy ideig a csoportunkba is tettük fel ezeket a videókat, de most is vannak fantasztikus új videók, amit be lehet mutatni. Elindult a sorozatgyártás Minskben, ahol már gyártsák ezeket a járműveket. Kötöttek a dubai közlekedési minisztériummal, RTA-val szerződést, megállapodást, hogy Skypod, Dubai Skypod brand névvel lesznek majd a Dubaiba a célprojektek. Itt van mi is a két fiammal voltunk, ők is megismerték a Junicki úrt. Ez a Uniwind egy szuper kis kétszemélyes jármű. Itten fent lehet látni ezt a antennát, irányítót, mert tudjuk, hogy nincsen sofőr, hanem ez automatikusan megy, és csak be kell ülni, és megnyomni egy gombot, és már megy. Nagyon sok előny van, fel lehet sorolni, nem akarok minden héten újból, de az árát felépíteni, a fenntartást, az energia minimum villanyármat használ, kapacitást nem lehet összehasonlítani a többi járművekkel, a szennyeződés, és ami nagyon fontos, hogy biztonságos. Ez a legbiztonságosabb utazás. Ilyen 2000 kilométerre a Unibusz, ami 500 kilométerrel megy, még 2000 kilométer konkurencia a légitársasággal, mert ott, amikor elmegyünk a repülőtérre, most 2 óra előbb oda kell menni, még átmegy minden checking, és 2000 kilométerig utazunk, a Unibusszal gyorsabban oda lehet menni, mint a repülővel. A repülés, ugye, ilyen 700-900 kilométerrel, ritkában nagyobbak, olyan 1000 kilométer sebességgel mennek, ez meg 500-zal, de nincs várakozás. Be kell ülni, ahogy beülnek az emberek, 6-an, és már mehet is. Úgyhogy procedúra, biztonság, minden. Meg nem vagyunk mégis a levegőbe fent, mégis utazunk a sineken. Ahogy említettem, ugye már több mint 10-et teszteltek, aminek nagyon örülünk, a Unicont elkezdték tesztelni, itten van 30 és 40 tonnás kapacitás. Erre most építenek még több mint 2 kilométert, összesen 2,8 kilométer hosszú lesz a sárgyai kikötő fele, ami viszi a személy utazás is, és a teherutazás is lesz. ISO 9001-es certifikát, ez a minőségi certifikát, TÜV Németország adta ki, aminek nagyon örülünk, hogy a Magyarországon készítik a Győri Egyetemen az európai és világ engedélyeket, és külön-külön minden projektre, és ők is meg tudják csinálni minden engedélyezést. Egy ilyen nagyobb projekt, akár 2-3 évig is építkeznek vele, és addig közben
csinálják az engedélyt is. Mert azt tudjuk, hogy minden országban is külön ugye kell engedély. Itt van a gyár, akkor a raktárok, ez már sorozatgyártás is, van egy ilyen nagy épület, ahol 50 iroda van bent, egy konferencia teremmel, és most a legújabb, megnyitották az új központot, a Business Center Skyway Plaza. Ez is Minskben van. Ha legközelebb megyünk, akkor mi is elmegyünk és meglátogatjuk. Ezt is mondtam, a RTA-val, közlekedési minisztériummal kötöttek szerződést. Ez a, mi is a neve, Matter Altair, ez a igazgató, aki és a ő írja alá ugye a minisztérium előtt a szerződéseket. Tehát sokszor lássuk a videókon, meg a tévén, aki figyeli, és ott a képeken mindig meg lehet látni a dubai sejket, meg a Abu Dhabi sejket, aki az első ember Emirátusban, a dubai Mohammed bin Rashid, meg a második, és az ő fia, akik mindenhol ott vannak, akárhol mentek, repülőtére, hotelokba, étterembe, dubai mallba, mindenhol ott vannak a képek. Most van, március 30-án lesz pontos 2 év, hogy én is meglátogattam a Sharjah-t. Itt még nem volt sok mit fényképezni, mert alapok voltak, de már 2-3 héttel később ugye voltak a német üzlettársaik, és már akkor kezdték építkezni, és több. Ez a trópusi unikár, amit már teszteltek, és a Eco House, a egyetlen faház egész országba, és kapott a Unicki új külön speciális engedélyt. Ezeket a képeket szoktuk osztogatni a Facebookon is, meg a Twitteren, úgyhogy lehet látni. Itt van az állomás, ami már felépült, és már működő. Most kapom majd a napokba, hetekbe még új képeket, ahol meg lehet látni, hogy utazók is mennek, a sárgyai sejk is kijelentette, hogy szeretne egy projektet a Zűpalota előtt, 10,4 kilométer. Ez a unikárnak a belseje, természetesen ez egy VIP unikár, hogy nagyon kényelmes legyen, ilyen bőr, meg fából készítették. A sárgyai sejk, Sultan bin Mohammed al-Kassimi, neki is be lett mutatva, és ő is adta ingyen szerződéssel ezt a terepet, ezt nem kellett a Skyway-nak megvenni, de megkapták ezt a néhány hektárt, ahol fel tudják építeni, és amit most napokban látunk sok TV műsoron, videókon, lehet látni, hogy a Skyway-t mint partnerként mindig kijelölik már az elején. Ez a következő projekt, ami alá van írva, ezt most a Vladimir Maslov is említette, hogy a Skyway központból 130 km a Kaur-Fakkan másik városába és kikötőbe építik majd a Skyway technológiával. Ez is egy teherszállítás, de 2-1-ben, ahogy mondja Maslov, és természetesen utasszállítás is lesz. A Ekotechnoparkba, Marina Gorkába, ott már tesztelik ezt a unikárt, és nem sokára akkor majd leviszik Sharjah-ba is. Rengeteg látogató volt már a Sharjah-ba is, sokan nézték, ami nekünk nagyon fontos, a szaúd-arábiai Eri, ez a legnagyobb cég, építkezési cég, és tudjuk, hogy ők fogják építeni azt az új várost,
ahol most érdekes, egyik helyen olvastam, hogy 250 ezer lakosnak, a napok meg olvastam az újságot, amit írtak, még 2015-ben tervezték, ottan 1 millió. De én azt gondolom, hogy az első fázis 250 ezer ember lesz. Ez egy teljesen új város, autó nélkül akarják a szaúd-arábiaiak kiépíteni, és 100% ekológiai tiszta, ottan nem lesz semmi szennyeződés, és oda akarják csalni az embereket, hogy ott éljenek velük. Egy ideig nem hallottunk új információt erről a dubai projektről, amit nagyon reklámoztunk, amit a dubai sheik, dubai Mohammed bin Rashid írta alá. Azt tudjuk, hogy a Expo 2020 mégis, én itt kijavítottam 21-re, a brand megmaradt Expo 2020, ugye a Covid év, és 15 km hosszú, 21 állomás, ez egyik a 7 projektból, amit aláírt a sheik, és teljesen készen van minden, megvan a pénz is hozzá, most egy pályázat van, és 7 cég jelentkezett, akit most kiválasszák, és elkezd a építkezés. Úgyhogy nem sokára erről is kapunk újabb híreket. Ez volt egy videón, amit YouTube-on feltették YouTube-ra, ez egy online konferencia volt, és itten említették, hogy a 2,8 km a Sharjah-i repülőtér, Road az út, és University City, ez egy amerikai egyetem, mi ott voltunk, előtte nagyon szépen, gyönyörű. Eleinte azt hittem, hogy temető, úgy nézett ki, mint egy nagyon szép temető. Utána láttam, hogy ha nem bír ilyen nagy temető, meg nem látszik, nem látszanak a sírok. Később közel jöttünk, akkor láttuk, hogy amerikai University City, ha jól tudom, 35 vagy mennyi ezer tanuló világszerte ott tanulnak. A dubai az a célja, hogy a világ első városára váljon, legjobb legyen ott élni, és rengeteget építkeznek ott, mindig 20-30% ilyen nagy épületek épülnek, és az emberek megszokták ottan, hogy mindig valamilyen építkezés folyik. Úgyhogy pontos a Sharjah-i, ahol a Skyway, mert a Skyway meg ez a University City, ez egymás mellett vannak. Úgyhogy az mellett megy el. Miért fontos ez? Hát a tanulók, ez a 35 ezer tanuló, ha utaznak repülővel, akkor beülnek a Skyway-ba, és ott vannak pár perc alatt. Igaz, pontos pár perc alatt, lehet, hogy még 5 perc se, oda nem kell taxizni, és ott vannak már az egyetemen. Meg a tanárok is mind is akkor utazhatnak tovább. Ezek a képek, amit fogunk majd látni, már az idén, jövőre, mindenki olyan, aki szkeptikus, és úgy gondolta, hogy ez eldobott pénzt befektetni a Skyway-ba, mert nem mentek ki a tőzsdére, mindig ez volt, ugye. Már említettem azt, hogy volt egy dolgozó, aki tartotta konferenciákat, hivatalos konferenciákat, és akkor ő mindig kiszabott egy dátumot, amit ő gondolt, nekünk megmondta, mi az egész világba elmondtuk az embereknek, és akkor csalódtak az emberek, mert volt olyan, hogy 2018. januárban megyünk ki a tőzsdére, mi még akkor nem értettük ezt az egész projektet, és örültünk, hogy ilyen információt tudunk átadni. 3 figyelmeztetése volt, még akkor se kapott felmondást, de utána akkor 4. nem volt figyelmeztetés, és akkor egyszerűen kapott felmondást a Skyway-ba, és tudjuk, hogy kiről van szó, most ne mondjak rosszat róla, de ez volt, és akkor egy negatív dolog történt. Na utána természetesen mi megértettük, és akkor már nem is mondanánk több ilyen információt, de látjuk, hogy mennyire haladt a Skyway. Amit én sokszor a horvát partnereimnek is szoktam mondani, mert valaki beírta most nemrég, hogy
Hú, mindenki hétfőn, ugye hétfőn van a horvát konferencia, 8 órakor tartsátok, és ő meg valami más hallgatna. Na, én akkor odaírtam, hogy 2016 óta hétfő 8 órakor a horvát konferencia működik, most is tartsuk, meg még tartsuk még egy pár évig. Mit akartam mondani ezzel? Rengeteg olyan üzlet volt 2016 óta, meg 14 óta, ugye még nem is voltam a Skyway-ba, amit elindultak ilyen kripto, olyan kripto, befektetések gyors, és az emberek elvesztettek 1000, 5000, 10000, 60000 dollárt meg eurót befektettek, és azok a cégek nem léteznek. A Skyway itt van, fejlődik, egy reális cég, egy igazi osztalékok lesznek. Olvasom, alai szerződés, akkor jövőre osztalékok jelenthetnek. Az osztalék az nyereségből van. Mi terveztünk, hogy lehet, hogy lesz majd osztalék az idén is, de sajnos a tavalyi év ilyen, amilyen volt, nem volt nyereséges. Ha a cég aláír most több milliárd dolláros projekteket, amit tudom, hogy már valamennyi alá van írva, mert építkeznek, és lesz nyereség, akkor természetesen lesz osztalék. A Junicki még mondta, ha hallgattátok, igaz, hogy sokáig tartott, több órák hosszát, a tavalyi Ecofest, ami online volt, és akkor mondta, hogy ezek a befektetők, akik elhitték ezt a projektet, és odaadtak a pénzüket, az időket, és bíztak bennünk be, akkor mi is nagyon szeretnénk minél előbb, hogy kapjanak osztalékot, és az első nyereségből fizetünk osztalékot. Úgyhogy ezt ő mondta személyesen, ez nekem megmaradt. Ha lesz elég forgalom, és lesz nyereség, akkor nem lesz olyan nagy az osztalék, azt ne várjátok most milliókat, de mit tudom én, ha 100000 részvény van, és kapunk pár száz dollár osztalékot, az is már egy nagyon bizonyíték, hogy jó haladunk. Legnagyobb osztalékok természetesen akkor lesznek, mikor már eladják a jegyeket, és abból tiszta nyereség, mert azt tudjuk, hogy ilyen projektek, főleg Dubajba, lehet, hogy már 3 év alatt van visszatérítés, és itten akkor évekig, 10 évekig keresztül, aki meghagyja a részvényet, az természetesen kapja osztalékot. Mi is vettünk több részvényt, és igaz, ha eladnánk mindet egy dollárért, lehet, hogy az életben nem kellene többet dolgozni, akinek már van egy-két millió ugye, részvénye, ennyi dollárért, nem tudom, az ember 50 éves, még ha él 20 vagy 30 évig, igazán nem kell, meg mi marad a gyerekeknek is, de én soha nem gondoltam arról, hogy egy több mint 5 vagy 10 százalékot a részvényből eladjak. És azt sem nem sértem el, mert lehet, hogy egy év után 2-3-5 dollár is lehet. Most eladtam 1 dollárért 100000 részvényt, 100000-ért, és 2 év múlva meg 10 dollár lesz. Ugye? Azért nem kell annyira elsietni. El kell adni valamennyit, hogy az ember visszakapja nem a saját pénzét, hanem dupláját, vagy tripláját, vagy még többet is, de ne adjátok el mindet. Tudom, hogy van olyan, aki 25000 részvényt megvett 250 dollárért annak időben, és ő kiszámította, hogy vesz egy autót, mert 25-30000 dollárért már vehet egy új autót, és szuper, jó, ő ezért fektette be a pénzét, megkapja, eladja. De akinek van több, annak már természetesen sokkal jobb, hogy kapja osztalékot, ami minden évben jön, és egy passzív jövedelmet hoz, osztalék az mindenkinek jól jön minden évben. A részvényeket, a certifikátot 10 dollárért mindenki meg tudja rendelni. Bár ez nem hivatalos, hivatalos papír, de bocsánat, nem ezzel tudjuk eladni. Ha rákattintunk a
részvényünkre is megkapjuk azt a PDF dokumentumot, az a hivatalos, avval tudjuk bebizonyítani, hogy az a mi részvényünk. Úgyhogy azt mindenki kattintson rá, most nincs itt a kép, be kell menni a saját investícióba, és kikérni, rákattintani, és akkor kiküldik e-mailbe abba a pillanatba. Én gondolom, hogy nem sokára megkapjuk a dátumot, hogy mikor megyünk ebbe az utolsó 15. fázisba. Arra is kell számítani, hogy ha több pénzt is beszednek, és nem is vagyunk a 15. fázisba, az nem azt jelenti, hogy a 15 még plusz annyi 35 milliót kell eladni, ugye nettó 25 millió, hanem már a 15-ből is akkor adják itten el. De el kell indítani ezt a építkezést, de ezt már bejelentették, a 20 kilométeres, mert ez is a 14. fázis végén, na, a, bocsánat, 15. fázisra van, úgyhogy ott vagyunk most már egy lépésről, hogy elinduljon ez a 15. fázis. Az még mindig nyitott, amit szoktam mondani, hogy a bármelyik fázisban, ha olyan nagy projekteket elindítanak, hogy több milliárdos, és akkor a Junicki tudja mondani, hogy gyerekek, még 2 hónapig ennyi van, ennyit még, ha valaki akar venni részvényt, és bezárjuk. Mert ha ennyi milliárdot megkapnak előleget, akkor nincs szükségük nekik több finanszírozásra, és akkor át lehet már indulni a finanszírozásokat, mert a Skyward Community az indítsa a célprojekteket, meg a tokent, és akkor ezeket a különböző célprojektekbe lehet majd finanszírozni. Lesz olyan lehetőség is, hogy ha valaki azt akarja, hogy a osztalékot, meg nyereséget átváltsa a célprojektekbe, valakinek érdekes valamilyen célprojekt, ezt is meg lehet majd csinálni. Meg szerintem azon is dolgoznak, mivel nem tudjuk, hogy mit hoz a epidémiai jövő, hogy milyen lesznek a tőzsdék, akkor ők kriptotőzsdére is gondolkodnak, és lehet, hogy lesz olyan lehetőség, hogy a részvényüket átváltsuk a tokenra. A token az kint lesz elejétől kezdve 4-5 nagy tőzsdén, ott mindig be lehet váltani dollár, euró, bitcoin vagy másba, amit ki lehet kérni a bankszámlára. Úgyhogy likvid lesz. Amit még készítenek, hogy ha most elindul ez a nyereség, de ez július előtt nem lesz, hogy azok, akik vissza akarják vásárolni, például megvettétek 3-4 évvel ezelőtt 1 centért, és most az átlag ugye 6 cent, és a mostani ár szerint akkor a cég visszavásárolja. Ezt is csak nyereségből szabad, mert ha mi pénzünkből, ami finanszírozzuk a céget, kifizetni másra, ez tudjuk, hogy ez nem legális, ez piramis játék, ilyen nem szabad, és nem is akarnak kockáztatni. Úgyhogy lesz majd ilyen lehetőség is. Maradjatok még egy picit, mindjárt csak kinyitom ezt a új információkat. Ez a TestPy, ez Sharjah-ba oké, és 3 év múlva 130 kilométer, ezt is mondtuk. A következő. Még itt volt egy információ, amit el akartam. Ez a 15. szakaszban. Amit megkezdődik a nagysebességű pálya építése, ez annak a jele lesz, hogy közel van az átmenet a 15. szakaszban. Ugye, amit mondtam, akkor oké, 15-ben az teljesen késznek kell lenni. Ja, itt vannak még, hogy a IPO-ra, vagy a tőzsdére, hogy milyen biztosító, kiválasztás. Minden jogi eljárás
előkészítése és végrehajtása, ezek a fő feladatok, az új üzleti terv és a befektetési vonzerő leírása plusz marketing, olyan kulcsfontosságú befektetők vonzása, akik hajlandóak lesznek nagy részvényeket fenntartani a tőzsdei bevezetés idején. Erről már beszéltünk régebben is, hogy olyan nagy befektető alapítványokat is akarnak motiválni, ezért nagyon jó, hogyha jövőre kifizetnek osztalékot, mert akkor a ilyen alapítványok, akik több milliárdokat fektetnek be, ők akkor ajánlják a saját kuncsaftjainak, hogy fektessenek be a Skyway-ba, akkor ha a cég kimegy a tőzsdére és kifizetett osztalékot, akkor látszik, hogy már nyereséges. Ez egy nagyon biztonsága a befektetőknek. Természetesen itt ők egy dollárt fizetnek egy részvényért, ugye? Nem egy a százal, mi most egy centet fizettünk, ha megvesszük ezt a aktuális csomagot, de egy a 20, egy a 40 a normál csomagok. A részvények ajánlati árának meghatározása. Általában a részvényeket névértéken veszik ki. Szükség van-e vállalatcsoport alakítására? A befektetési bank is vagy államcsoport, ügyvédi iroda, nemzetközi akkreditációval rendelkező könyvvizsgáló cég, PR ügynökség és tanácsadó. Itt a Alex Suhodai múltkor azt mondta, hogy három céggel már kötöttek szerződést, úgyhogy ezek azok. Ez nem fontos. És kibocsátó átvilágítása 5-12 hónapig tarthat. Az átvilágítás a befektetési objektív áttekintésének megszerzése szolgáló eljárás, amely magában foglalja a befektetési kockázatok értékelés, a befektetési objektum független értékelés. Ezt Google Translator-ra fordítottam. Amit akartam itten még mondani, mitől függ a vállalkozás értéke, vagy a cégnek az értéke, a saját tőkeköltsége, a felvett tőkeköltsége, az ipar és a gazdasági kockázatok. Oké, még egy oldal van. Skyway, ez emberek, oké. Ez minden, majd el tudjátok olvasni nyugodtan is ezt. Na, azt akartam mondani így röviden a végén, hogy ugye tavaly már októberben elindították ezt a procedúrát, a kimenet a tőzsdére. Ugye ez nagyon jó hír, ezt mindenki várta. És igen, a múlt héten ezt kicsit tovább tartott a konferencia, mindent elmondtam, bár itt van most is 49 perc, de ez a folyamat elindult, és Szolár Frantisek szerint ilyen másfél év, maximum két év, hogy a cégnek teljesen minden kész lesz a tőzsdére. Ez azt jelenti, hogy akár már jövőre is ők teljesen készek lesznek, attól függ, hogy milyen lesz a gazdasági helyzet, és ha azt mondják, hogy igen, jó, most ki lehet menni, nem várunk semmi összeromlást, az jó, hogyha most a következő évben kicsit lemennek a értékek a tőzsdében mind, mert akkor jó kimenni olyan helyzetbe. De ha várható valamilyen váltság vagy rossz helyzet a tőzsdére, akkor természetesen, hogy nem mennek ki. Ha tavaly kimentek volna február-márciusban, akkor el tudnánk felejteni a Skyway-t. Ez egy nagyon-nagyon jó, hogy ideig nem voltak ki a tőzsdén. Én soha nem idegeskedek ilyen valami helyzeteken, mindig arra az jut eszembe, hogy ennek így kellett lenni. Mindig van valami ok, hogy miért lett ez így, miért lett ez úgy. Az energia, az egész körülöttünk, ez megvan, hogy miért. Úgyhogy jó helyen vagyunk, jó időben, még mindig
ha akarunk, tudunk vásárolni. Nagyon sokan hívtatok Magyarországról is a múlt egy-két héten, hogy nagyobb csomagokat is vásároltok, úgyhogy örülök. Macedóniában is nagyon sokan vásárolnak. Lent a tengerparton is hívtak, Zadarból is vettek ilyen nagy csomagokat. Úgyhogy örülök, hogy működik. A duplikáció semmi más, mint hozzunk még egy befektetőt, amennyi mi befektettünk, és elmenne az egész 15. fázis egy hónap alatt, ugye? Megyünk előre, jövő héten pénteken megint tervezek tartani, biztos, hogy lesznek még új információk, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, szép hétvégét, sok sikert mindenkinek, és szép estét kívánok! Sziasztok!